Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ismét összejöttem barátommal, Kisfaludi Györggyel, akivel a mai napon egy érdekes témát fogunk megvitatni. Az első adásunkban megpróbáltuk a lehető legszélesebb körbe felvetíteni azt, hogy a szkitahun magyar közösség milyen módon tud találkozni, illetve milyen területekre lehet eltévedni akkor, amikor szkitákról, hunokról és magyarokról beszélünk. Most egy igen érdekes témát szeretnék fölvetni, ez pedig a Szent Korona. Kedves Gyuri, légy olyan kedves nekem, meséljél arról, hogy miért van ez a talán mondva csinált, vagy direkt gerjesztett vita a Szent Korona körül. Egyáltalán miért szent ez a Szent Korona, honnan ered, és mi az, amit egy átlagembernek is tudni kellene róla? Hát elsőnek az, hogy ez tényleg szent ez a korona, és a második, ami sokkal izgalmasabb, de sokkal-sokkal izgalmasabb, hogy ez a korona milyen idejű. Mert ugye nekünk azt mondták, hogy Szent István koronája volt először, de hát a Szent István pénzein nem szerepel, vagy nem nagyon látni ezeket. Sokkal később jelenik meg, akkor már azt mondogatták, hogy hát ez csak 1200-as évektől volt ez a korona, hát igazából ez nem is volt. És a baj az, hogy ezen olyan technológiai eljárások vannak, ami árulkodik. A magyarok, amikor emlékszel, a kalandozások, azt tanultuk, emlékszel rá, hogy kalandozások kora, akkor igazából mi be voltunk állítva ilyen rablóhadjáratokra, hogy mentünk Európába, a művelt Európába, és kiraboltuk őket. Mert mi azért mentünk, mert rablók voltunk, rabló vezérek vezettek minket, és akkor kiraboltuk őket. És igazából ez majd akkor szűnt meg, amikor rettentően keresztények lettünk. Tehát amikor Szent István megtérítette a népet, és akkor keresztények lettünk. Hát mondok egy érdekesen, már Árpád is keresztény volt. Ez számomra nem olyan érdekes, mert ha jól tudom, már Álmos is. Már Álmos is. Meg már 6000 éve is keresztények voltunk. Tehát, bocsáss meg egy pillanatra, mit mondtál? 6000 éves keresztények? Igen, úgy bizony. De akkor fel kell tegyük, hogy nem a katolikus kereszténységről beszélünk most. A kettőt nem lehet úgy elválasztani. Tehát az, hogy katolikus kereszténység, nem valami ördögtől való dolog, mert mondjuk a magyar vonal az úgy próbál győzni, hogy a másiknak a fejére áll. A másik vonal úgy próbál győzni, hogy ennek a fejére áll. Most a kereszténység az egy rettentően ősi dolog. Azért mondjuk volt itt egy ilyen kopt kiállítása nemzeti, hogy a Szépművészet. És akkor mert voltam ott, és akkor az volt, hogy semmi nem volt Jézus előtt, egy valami kő volt, ami Jézus előttről származott. Egy kő, faragvány. Tehát úgy volt az egész elrendezve, hogy nagyon régi, 2000 éves, de azért annyira nem régi. Tehát, mert hogy igazából a kopt kereszténység, ugye az Afrikában, még Egyiptomtól délre, meg Egyiptomban. A Rudolftól környékén. Hát az végig Európa, vagy végig a keleti oldalán Afrikának ott volt. Na most az a nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy az írásbeliségnél azt tanulták, hogy Cyril és Metód, és akkor eltalálták az írást, és akkor vajde. Hát hősködik ez a okos tojás szlovák, hogy a majd, amikor a Cyril szobra, meg a Metód szobra Magyarországon, hát kérem szépen, már nagyon régen állnak ezek a szobrok. Tehát nem attól kezdett állni, hogy valamelyik ilyen begőzölt szlovák őrjöngeni kezdett, ilyen nacionalista kezdett őrjöngeni, nem volt azok, Cyril és Metódot megbecsültük, és volt is neki szobra. Tehát a gyűlölködés az sehova nem vezet. Soha a népek között a gyűlölködés nem ez az Isten. Sír, amikor azt látja a népei, a szeretett népei gyűlölködnek. Pláne, amikor a keresztények gyűlölködnek egymással. Tehát itt is arról szól az egész történet, hogy a gyűlölettel próbál győzni. Így csak veszíteni fog. Ez olyan, mint amikor dühös vagy és verekedni kell. A dühös vagy már vesztettél. Mert ha idegfejével verekszel, akkor szétveri a fejedet, mert egyszerűen nem tudsz védekezni, a dühből elvakulva össze-vissza csapkodsz, és nem találod el. Ez pontosan olyan-olyan. Tehát megpróbálták ugye lesöpörni most az összes kis egyházat a pályáról, mondván, hogy biznisz egyházat. Miért a nagy nem az? Könyörgöm. Vagy egy csomó ilyen dolog van. Most visszatérve a koronára.
és a koronázási ékszerénk. Hát a palástunk az körülbelül 1000 éves lehet, az lehet 1000 éves úgy nagyjából. A össze-vissza hamisították azt is, meg stoppolás, meg tudom, szóval voltak ilyen hantavanták rajta. Ha jobban megnézi az ember, akkor mondjuk, amire azt mondták, hogy ez István királynak a képe rajta, hát az is nagyon érdekes történet, ugye, mert 6 ujja van, mindjárt az is nagyon érdekes, hogy 6 ujja van, nem 5? Láthatjuk ezt a... Látszik a paláston. Koronázási paláston? Látszik a paláston, hogy 6 ujja van, igen. És majd meg fogják keresni a technikus úr, mindjárt megkeresi, és lesz egy olyan kép, ami jól lehet látni, hogy 6 ujja van rajta. Na most a palásnak az elejét levágták, az egész palásnak az elejét. Egyszerűen levágták. Mert ez egy sokkal nagyobb palást volt. Látszik a mintákról, hogy ketté vágták egyszerűen olóval. Nem volt ez új dolog, mert abban az időben nagyon sok ilyet csináltak. Talán. Tessék megnézni, ez ilyen 180 fokban volt ez a palást, ilyen félkörív. Na most ennél sokkal nagyobb volt, mert ha megnézzük ezt az ábrát, akkor mi látszik rajta? Az látszik rajta, hogy az egyik, a jobb oldalt lévő mandorlának a kis maradéka még látszik rajta, a bal oldali teljesen le van vágva. A mandorla az a magalakú rész, ami volt Jézus Krisztus ül ott középen. Na, azt a bal oldalról már teljesen levágták, jobb oldalon az árokódó nyom ott van, mert jobb oldalon még látszik a mandorlának egy darabja, amit nem vágtak le. Ha ezeket az ábrarészeket visszatesszük gondolatilag, csak kiegészítjük gondolatilag, akkor már nem 180 fokos lesz ez a palást, hanem nagyobb. Miért érdekes ez? Mert ennek koronázási oka van. Nem ám az, hogy rárakok egy ilyen bádog darabot a fejedre, és akkor te vagy a király. Hát azt egy együgyű képzeli. Azt valóban sokan állítják, és tulajdonképpen már nagyon le sem merik tagadni. Tudjuk, hogy a Szent Koronának nevezett koronázási ékszer beavató ékszer, és nem viselésre való. Bizonyabban nem járt a király a csatamezőn, meg amit nem úgy van ám az, mert próbáltak ilyeneket is ábrázolni, de nem. Ráadásul még nem is kereszt volt rajta, hanem egy lilium volt rajta. Kettő is, mert a hátul is volt egy lilium, meg a tetején is. Hát mondanád, hogy hát ezt én csak kitalálom. Hát ugye azért érdekes. Ha megnézed a koronának az összes méretei, szólban vannak. Üveg, ez a 2,5 centi körülbelül. 2,4, igen. Na most a következő érdekes dolog van. A képek, a méretek és az keret, a kerület, a hajzé, minden üvegben van, méghozzá Fibonacci számsorban, ami nagyon izgalmas, ugye 1200-as évekre kellen akkor... Hol volt még Fibonacci? Igen, a Fibonacci még kélyes terv nem volt, amikor ez már rajta volt a koronán. De most ez is nagyon érdekes, mert a természethez ez nagyon-nagyon kötődik. Mert a növények például a leveleiket a Fibonacci számsor szerint növesztik meg. Tehát ez nem véletlenül ide nő egy levél meg oda, az csak aki nem ismeri a rendszert, azt képzeli. De aztán leméred, szögmérő, mert kicsit okosabban odalász, oda nézel, és ajajaj, ez bizony, ott van ez a matematika benne. Tehát mintha az egész egy rendszer szerint lenne tervezve. Nem minden a véletlen is volt. Az véletlen, amiről nincs véleményed, az a véletlen. Na most erre dicsekszik a vaj, tudomány állandóan a véletlenekkel dobálozik. Hát kérem szépen, ha valakinek ennyire nincs véleménye, azzal én nem dicsekednék. Na most a visszatérve a koronára, meg a koronázási ékszerekre. A koronán lévő dolgok, ami van minden, egy nagyon bonyolult tértechnológiai trükk lesz majd. De most a palásnál is ugyanaz van, hogy az is hozzájátszik ehhez. Mert hiába teszem én a király fejére a koronát, mint pap, mert ugye ez a szakmám, hogy hiába teszem én rá a király fejére a koronát, mert ez a korona csak bizonyos paraméterek mentén működik. Ó, ezek szerint azt mondod, hogy ez nem is egy egyszerű eszköz, egy egyszerű tárgy, hanem, hát hallottam olyan véleményt is, hogy... az a bádog, ez arról szólt, nem egy bádog, hogy... egy aranybádog, azt jó van, de nem. Hogy kvázi mint egy adathordozó, vagy adatközvetítő, vagy kapcsolat létesítő, nem is tudom minek nevezzem, már most tiszteletből sem mondhatom eszköznek, hát a korona egy olyan adat kommunikátor. Jó, de nem attól szent, hogy lelolcsoltam a szentelt vízzel. Én ezt pontosan értem, ezért kérdezem,
hogy mi is tulajdonképpen akkor a Szent Korona? Bár még a palásnál tartottunk, még nem jutottunk el a koronáig, de azért... Na, a palást, ugye a palástot, amikor a király fölveszi, és ez csak ítélkezéskor vette föl, pontosan a törvényhozáskor. A törvényhozáskor a király fölvette a direkt kapcsolatot az Istennel. Az Isten rábólintott a törvényre, akkor a király kihirdette, mert ő az Isten helytartója volt. Ez egy császári korona. Ennek azért nem szabad kiderülni, mert nem szabad neki kiderülni, hogy ez egy császári, nem királyi korona, hanem császári korona, mert felső része van neki, felső pantjai vannak, és nyilvánvalóan utal erre a pantokrátor kép a tetején, hogy e fölött, a személy fölött, akit ezzel megkoronáztuk, már csak az Isten van, és kész. Tehát ennek már nincs főnöke. A királyok, azok beosztás szerint ugye vazalusai voltak a császárnak. Úgy van. És ők a helyszínen, abban az országban királyként uralkodtak, de a császárnak a beosztottjai voltak. Tehát volt egy központi irányítás. És a császári koronának az volt a lényege, hogy azért volt magasabb rang, mert ő már az Istennel közvetlen kapcsolatot tartott a törvényhozásánál, azért, hogy az Isten jóvá hagyja azt a törvényt, amit ő mond. Ez. Tehát nem valamilyen ilyen begőzött hülye gyerek mondott valamit, és akkor nem. Ott annak nagyon is mélységes súlya volt. Amikor az Isten elismerte a királyt, na ez volt a nagyon izgalmas. Tehát fölvette a palástot, aminek a szöge pont a teremtési szöget adta ki. Tudhatnánk ezt? Ez a teremtőnek a sebességéből adódó szög. Ja, hát akkor itt már... Gondolj egy motorcsónakra, hogy a motorcsónak 3,16-szor olyan gyorsan megy, mint ahogy a vízen a hullámai terjednek, akkor pont ezt a szöget adják ki. Tehát ez az az A betű, amire azt mondod, hogy ez jó. Ez nem jó A betű. Ez se jó A betű. Ez a jó A betű. Tudod, hogy melyik a jó szög? Érzed? Uh-huh. Tehát biztos, hogy próbáltál leírni ilyen nagyon terpesztett A betű, csúnya volt. Nagyon keskeny, csúnya volt. És van neki egy olyan, amelyik olyan, mondjuk a bodoni antikvában lévő A betű. Vagy tehát azok a nem ilyen moderneskedő betűk, hanem azok, amelyek, hogy tényleg a latin kőtáblákon, meg egyebeken még szerepelnek. Tehát az aranymetszéssel szoros kapcsolatban van ezek szerint? Is. Az aranymetszés az majd később jön be a buliba. Később jön be, de az meg a Fibonacci-nak egy érdekes stabilizálódott változata. Tehát egy az 1:6:18-hoz aránylik a két oldala, mondjuk az ablaknak egymáshoz, de a századon az ablak. Tehát 1 méterszer 1,6:18, akkor jó ránézni. Ránéznek, de szépen, de jó erre a házra ránézni. Az egész háznak is lehet így az aránya, és akkor még jobb ránézni. Amikor csinálsz ilyen modern, ilyen keskeny ablakot, hát az nem igaz. Nem jó érzés. És nem értették, azt hitték, hogy mert a modern, nem jó érzés. Próbálkoztak újat csinálni. Hát ilyen Bauhaus-os őrületek voltak, érted? De nem lett jó. Nekem még a Hundertwasser is jobban tetszik, mert az nekem nagy őrületet csinált, ugye? A Bécsben érdemes megnézni a Hundertwasser házat, hogy az két egyforma darab nincs az egész házon, és akkor azt mondom, hogy na, ez legalább a jó bolond. De hát azért ezek a modern házak azért úgy lakótelepi házak, más nem mondjak. Tehát ilyen rossz ránézni. Tehát egyszerűen a tervek is olyanok voltak, hogy íróasztalon megtervezték, és akkor csináltak ilyen 200-500 négyzetméteres hatalmas tűzfalat is, ilyen ronda volt. Tehát most hogy lehet ilyet tervezni? Most lehetett volna arra valamit tenni, valami díszt. Nem került volna az sokba. Hanem a megrendelőnek nem volt ilyen igénye, mert egy pumfordi volt. Egy pumfordi, akinek nem volt ilyen igénye. Hát tudod, hát a két részegeskedés között a kihozanodás állapotában került elvtárs, azt mondta, hogy ez jó van, érted? Kicsit eltértünk a témától. Most akkor egy rövidke összefoglalót engedjél meg nekem, légy kedves. El szeretném mondani, hogy az én elképzelésem szerint, és cáfoljál meg, hogyha ez rossz az elképzelés, nevezetesen, hogy ezek szerint a korona egy olyan jelkép, azon túlmenően, ami majd később ki fog derülni, egy olyan jelkép, ami arról szól, hogy van egy teremtő, és a teremtő
valamilyen módon kapcsolatba kell, hogy kerüljön az emberrel. A kapcsolatteremtés módja, az most majd később beszélgetünk erről is, olyan szinten következhet be, hogyha a király törvényhozáskor fejére teszi a koronát, fölötte már csak pantokrátor vagyon, illetve tulajdonképpen a kapcsolatteremtő, ahogy mondottad, volt a lilium, egy olyan kristály volt, annál ami... Annál komplexebb. Jó, akkor majd erről is külön légy olyan kedves beszélni. De ami lényeg, hogy a király az tulajdonképpen az első jogkiterjesztett volt. Igen. Aki közvetítette, illetve elfogadtatta azt a törvényt, ami erkölcsös, ami a teremtő szerint is rendben van. Rendben van. Igen. Jól értelmezem én ezt a dolgot? Csak azért ez egy komplexebb rendszer. A mai fejekben már teljes mértékben összekeverődik a teremtő, a mindenható, az Isten, meg ezek a fogalmak már egy katyfaszban vannak az emberek fejében, pedig eredetileg mondjuk a sumérben megnézed, még ott külön van. A külön jelrendszer van a teremtőre, és külön van az Istenre. Tehát másképp írja le. Tehát ugyanazzal nem, az írás jellel írja le. Nem jól fogalmazok akkor, amikor teremtőt mondok. Na most a teremtő az egy végtelen valami, és minden, ami már ő benne keletkezik, az teremtmény. Az már nem teremtő. Ő is teremt maga alatt, de ő nem ő a teremtő, ő már csak Isten. Ez a már csak, ez nem valami lebecsülése valaminek, mert pontosan a Szent Koronánkkal ez függ össze. Tudnélik, a Szent Lélekkel függ össze a koronánk. Tehát akkor, amikor a király a fejére teszi, akkor a Szent Léleknek a rezgése járja át. Bele egy bolondult néhány Habsburg. Mert fölpróbálták a koronát, csak hogy ez a korona működőképes korona. Még mindig működőképes, pedig már egy csomót megrongálták, meg összecserélték a képeket benne, meg leszették, meg rárakták, meg... Szóval mindenféle történt már vele, megpróbálták direkt elrontani, talán a palástot is azért vágták le, hogy nehogy működjön. Mert talán ezt már megsukták a Habsburgoknak, hogy hát itt baj lesz ezzel, mert nem igazán hitte el, hogy ezzel baj lesz. Igen. Tudnélik, leszették róla a Mária képet hátulról. Ugye hátulról rárakták ezt a két kerubnak a képe helyett, ráraktak két királynak a képét. Dukász Mihály, meg igen. Igen. Tehát két képet ráraktak. Ez a hátsó három kép, ez nem eredeti a koronán. Nem látszik rajta ezerrel, tehát nem kell ezt nekem bizonygatni, mert nem is olyan méretű, tehát rá sem fér. Hanem csak egy rádrótozták rá. Gányoltán. Meg a technika is egész más, amivel készült. Most amivel be lehet buktatni az egészet, most csak úgy mondtam, javasoltam ezelőtt, vagy 15 évvel, 20 évvel ezelőtt javasoltam, hogy meg kéne csinálni vele egy vizsgálatot, egy röntgenspektrumos vizsgálatot, amiben megmondja ez az arany darab, anélkül, hogy bármilyen darabot ki kéne vágni belőle, a róla visszaverődő és a rajta áthaladó röntgensugárzás megmondja, milyen bányából bányázták az aranyat, hol kóvosították az aranyat, és itt mindent megmond, elárul. Két egyforma arany bánya nincs. Tehát elárulja, csalhatatlanul, mint egy új legyomat. Na ezt vagy 20 évig, vagy 15 évig halogatták. Most már megcsinálták talán ezt a vizsgálatot, de van, csiripeltek nekem a madarak, hogy valamit vizsgáltak ezügyben. Ezt a vizsgálatot megcsinálták, az eredményéről hallgatnak. De a lényeg, hogy hát ezt meg lehet bármikor ismételni, nem kerül sokba, nem bonyolult, ez meg lehet ismételni. Ugye el lehet dönteni, az alsó rész és a felső rész külön helyről származik-e, mert ezt magyarázzák. Sőt, még a magyar arvisúrában is megjelent ez a gondolat, mert én megtaláltam benne. Hogy bizony, ez külön helyről származik, és hogy de nem, mert az a rajta lévő pánt, az eredetileg ugyanehhez a dologhoz tartozik. Sok minden utal, a stílusjegyek, tehát az avar stílusjegyek, méretezés is. A korezmi stílusjegyek, mert ez nem is avar, hanem korezmi. És azt mondogatták, hogy az avar aranyból csinálták, hát nem kellett szerintem, mert az rögtön megbukik, hogy korezmi vagy nem. A korezm az ott az Aral és a Káspi között volt, az jó messzire van ide. Uh-huh. És ez a lényeg, hogy ő ott volt eredetileg az aranyműves, ahol ezt készítették, 307-ben. Ezt ennyire pontosan meg tudod állapítani? Persze. Miből, ha szabadnak kérdeznem?
árulkodó nyomok. Mindig az árulkodó nyomok. A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Megkérlek, tiszteltel, tárjál elénk. Legalább egy ilyen árulkodó nyomot. Hát mondjuk az Ákeni dómnak volt egy magyar papja. Ó, erről nem tudtam. Egy magyar papja, a püspök nem magyar volt, de a papa, az egyik pap az magyar volt. És amikor haldoklott a püspök, akkor azt mondta neki, hogy ameddig ő él, ezt nehogy nyilvánosságra hozzon, de elmondott neki mindent a Szent Koronánkról. Mert hogy az összefüggésben volt az Ákeni dómmal, mert egy jó, vagy pár száz évig ott volt, jó sokáig ott volt. Na most a lényeg, hogy elmondta, hogy mikor, hol, ki, mindent elmondott. Tehát tudtak róla mindent. Tehát aztán meghalt ez a püspök, és ez a könyv megjelent. Bocsáss meg egy keresztkérdést, te hagyd tegyek fel. Igaz akkor ezek szerint az a mondó, hogy Nagy Károly kezében is volt ez a korona? Gyanús, igencsak gyanús, mert hogy a következő érdekes történet volt, ugye, mert hogy a koronát visszakaphatták volna direktben is a sogorától a Szent István, a lehető sogorától visszakaphatta volna, de az olyan lett volna, mintha ő vazalosa lenne a német-római császárnak, az még nem akart lenni. Milyen érdekes. Pedig a sógora volt, tehát jóban voltak, meg minden. És mi volt az érdekes, hogy a pápához küldték el a koronát, és a pápa küldte el a királynak, akitől nagyon érdekes módon már megint az eredeti latin szöveget érdemes elolvasni, Rómában biztos meg lehet találni ezt a dolgot. A könyvtárban most felszabadították, tehát az sincs, hogy nem lehet. Tehát Ott érdekes módon az van leírva, hogy visszaköveteljük, nem visszakérjük. Tehát nem koronát kért, hanem a koronát visszakövetelte. Mert ez egy avató korona volt. Igen, igen. Mert ő azt nagyon pontosan tudta, hogy ez az avató korona nélkül a magyarok nem fogják őt komolyan venni. Erre nagyon-nagyon érdekes utalás a Mátyás. Mátyás király, a híres Mátyás király. Miért érdekes? Mert a Mátyás megkoronázták. 16 éves vagy így volt valahogy, amikor megkoronázták, tehát még nagyon fiatal kisgyerek volt. Majd 16 éves fiúra nem nagyon mernek rábízni a királyságot. És a rendek megválasztották, milyen érdekes. A Dunajégén ugye, arról hallottam. Aztán még egyszer megkoronázták. Ez nem abból ered? Elnézés, az nem abból ered, hogy a magyar királyokat mindenképpen kettős koronázásba kell részesíteni, az egyik a beavató, a másik pedig a közönségnek szóló. A beavatás is a közönségnek szól. Amikor a korona működésbe lép, akkor érdekes jelenségek vannak, ami messziről is látszik. Mint a fölkapcsolnának rajta egy lámpát mondjuk, tehát messziről is látszik. És amikor messziről a korona fényleni kezd, akkor a királyt az Isten elfogadta. Ilyenkor, hogyha olyan valaki került alá, aki nem való királynak, mert nem azon a lélekrezgésen van, hanem csak egy ilyen erőszakos hülye gyerek, akkor az ott mindjárt helyszínen nyúl, padlót is fog. Tehát egyből átmegy a dolog büntetésbe. Bizony. Tehát a koronával vigyázni kell. Mindenféle mendemondák vannak ezzel kapcsolatban, de nem. A korona az egy működő valami. És annak ellenére, hogy megcsokították. Hát már nem úgy működik, mint kellene, de még mindig működik, mert ellenőriztem a koronát a parlamentben. Volt is nálunk a koronaőr, volt is nálunk előadást tartani a táborunkban. Most lesz táborunk megint. És beszélünk a koronáról persze. Most 18-án kezdődik Tatán. Akkor, hát most kicsit beleszaladtunk a nyomoknál, tartottuk, hogy az árulkodó nyomok. Ezek szerint van valami, ami évre pontosan meg tudja mondani, illetve majd, hogy nem bizonyítani, hogy az a korona nem valami nyugati termék, hanem a bizonyítja, mert ugye arról van szó, hogy olyan technológia a koronán, mondjuk a filigránozás. Filigránozást nem tudta senki megcsinálni. Az volt, hogy ilyen megmángoroltak, ilyen gyöngydrótot csináltak. Az úgy csináltak, hogy volt egy drót, és akkor azt így megmángorolták, az arany az puha. És akkor ilyen mángorlóval megmángoroltak. Olyan, mint a csiga csináló, talán emlékszel rá, hogy nagyanyáink ilyen csigatésztát csináltuk, és az ilyen rádlis volt, ilyen csikos volt. Na ugyanilyennel megnyomogatják az aranyat, csak ez fémből van.
és így megkengergetik, és akkor ebből lesz egy ilyen, olyan, mint egy kis gyöngysor. Na most ebből mintákat hajlítanak, és ezeket a mintákat ráragasztják egy speciális pasztával az aranylemezre. Ez a speciális paszta, ez az aranylemez olvadás pontjánál csak egy kicsivel van lejjebb. Hamarabb olvad egy kicsivel. És nagyon precíz technikával kell csinálni, tehát nem lehet itt nagy képüsködni, hanem hőmérsékleten nagyon-nagyon pontos technikával kell csinálni. Ráolvasztják erre az aranylemezre ezeket a filigránokat, azok összeforradnak vele. És ezt a technikát Európában még senki nem tudta. Senki. Hát amikor a kalandozások koráról beszéltek nekünk, ugye miről szólt? Volt egy hun származású királylány, aki fölírta, hogy melyik, hogy a szél több társzekény, sok társzekény aranyat, ezüstöt raboltak ki az aranyok, a varoktól. Hát igazából az egy hun népesség volt. És az volt az érdekes. Már akkor negyedik Károly korában vagyunk, bocsáss nekem. Dehogy, az már tatárjárás volt. Aj! De rosszul mondtam, Nagy Károly korban, elnézést, a negyedik az agy kiszaladt a száma helytelenül. Tehát akkor az a mese járja, ami sok, hogy is mondjam, kutató szájába kétkedéssel... Ez a 300 hangzik. Éves időkiesés. Igen, persze. Hogy Nagy Károly 24 társzekérrel szállította ki az arany, avar aranykincseket. Most az ökrös szekér az azért ilyen nagykerekű, nagyméretű szekér volt, szóval nem egy ilyen kis bricska. Ó, igen. Most ezzel szállították ki a rengeteg aranyat, amit kiraboltak. Bizonyára felrúgtak valamilyen megállapodást erkölcstelenül, ahogy szokták. Na, valami ilyesmi történt. De föl lett jegyezve, hogy melyik darabot hová vitték, melyik kolostorba, hová, melyik udvarba, melyik hercegnek adták, mindent följegyeztek, de minden megvolt. És akkor elindult egy ilyen brigád, egy ilyen végrehajtó brigád, aki ha útjába álltak, akkor ott rendet vágott, ha ment, és céltudatosan helyekre ment, és összeszedte a kincsek. Honnan tudta, hogy mit kell összeszedni? Meg hogy hova kell menni? Hát ez az. Még Spanyolországba is elmentek. Igen. Mindenhová. De miért? Mert elmentek, és szépen abba a kolostorba mentek céltudatosan, ahol tudták, hogy az arany ékszer oda került, ez ide került, és sorba szedték az összeset. Erről szólt a kalandozások. És miután véget ért a kalandozás, azért ért véget, mert visszavették azt, ami... Hát, amit tudtak, visszavették. Mert hogy hát persze, mert ezek, hogy mondjam neked, ez a rettentő nagy nyugati műveltség, tudod, mit csináltak, ilyen rossz, ilyen suszterollóval levágtak egy darabot, az gyönyörű szép ékszerből, ilyen valami páncszerű valami volt, elvagdosták, ilyen ócska rozsdás szöggel ütöttek rajta lukat, és akkor rávarták egy ilyen könyvborítóra. Mert olyan szép volt, hogy sajnálták ugye beolvasztani, mert az gyönyörű volt. Ne, ők nem tudtak ilyet csinálni. Hát ezek gyönyörűek voltak abban a korban, ez a legmagasabb technológia volt, és hát ugye nem bírták ki, hogy ne tegyék rá, de erről rögtön tudták, hogy igen, itt vannak a kincsek. Ránézett érted, és tudta, hogy ilyet ti nem tudtok csinálni, kis barátok. Még mind a mai napig se igazán. Nem, most már tudnak, de hát akkor nem tudtak. Ha nem véletlenül mentek el ilyen barátok felderítő utakra, meg beálltak ilyen aranyüvesnek, meg mindent próbáltak megszerezni a technológiát. Hát ilyen technológia aztán a Korezmből átszárazott, volt korezmi császár is Konstantinápolyban, Bizáncban, Isztambulban, mert ez mindig az a város. És ott volt, és akkor az hozatott otthonról ilyen ékszerészeket, hogy csináltassanak. Csináljanak ékszereket neki, mert hogy az volt a legszebb akkor abban a korban. Tehát Szent Korona, ne felejtsük, koronáról beszélünk. Odáig már eljutottunk, tehát, hogy akkor igazából egy matematika, a Fibonacci számsor és a megfelelői tervezés alapján belekerült. Mi is kerül bele tulajdonképpen? Nem arról van szó, hogy valamilyen égi mechanikának egy... De ez a téridőnek a tértechnológiai megjelenése. Bocsáss meg, mit mondtál? Téridőt mondtál téridőt. Így egyben? Igen. Nem mert beret, nem időt, téridőt. Igen, ez kifejtenéd bővebben? Mert a mai fizika egy kicsit máshogy gondolkodik. Ez a mai fizikánál oda van, mert azok, akik ezeket a technológiai megoldásokat használták, egy kicsit többet tudtak még fizikából. Bármilyen furcsa hangzik, hogy az ókorban többet tudtak volna a mai fizikusoknál, bizony többet.
Jól értem, a mai fizikusoknál vegyük akár Feynmant, akár... Úgy Feynmant is, vagy bárkit vehetsz, Einstein, bárkit vehetsz. Többet tudtak. Többet tudtak. És hogyha, és úgy mondanám, hogy az ókorból bizony-bizony még rajtunk kívül csak a zsidók tudnak sokat. A többiek azok ipari tanulók se lehetnek. Mert én az interneten látom. Én időszerkezet kutatással foglalkozom, csak azzal 20 éve, meg pap vagyok. Na most mi a lényeg? Mert miért foglalkozom én azzal? Mert a Szentlélek kutatásával foglalkozom. De nem így, hogy leülök, térdelek, imádkozok. Nem, nem. Én tudni akarom, hogy működik, hogy keletkezik, hogy működik. Mindent tudni akarok róla. Csak már nem elhiszem, hanem akkor már tudom. Ez van a koronában elrejtve, nem is elrejtve, mert ki van rakva. Hát például, hogy miért függött össze az alsó meg a felső rész? Ezen az alsó részen, a koronának az alsó részén volt 315 vagy 316 gyöngy. Ezt a korona X-erészek, akik ezt megnézték, lemérték, Schublerrel annyi fért el rajta ebből a méretű gyöngyből, ami rajta van. Aztán tele van lyukas gyöngyökkel, ami már önmagában is meglehetősen érdekes, hogy a királynak mellett volna csak lyukas gyöngyre pénze. Nem, ez a Szűz Máriának volt a gyöngy sora. Tehát ez a gyöngy, ami ezen a Szent Koronán van, ez a Szűz Máriának a gyöngy sora, és nem más. Tessék megnézni a lyukas gyöngyöket. Na most az a nagyon érdekes, és van rajta a lyukas gyöngyök mellett ilyen csepp alakú piros almandin kövek. Csepp alakú, de miért csepp alakú? Hát az a teremtőnek, az az Isten könnye, vagy hogy mondjam, ezek a teremtőnek a formáit jelentik. Hány darab ilyen van rajta? Mondták, hogy hosszabb volt, mert 12 apostol van a koronánk felső pántrészén, csak 8, tehát ennek még sokkal hosszabbnak kellett lenni, csak levágtak belőle, ez amit mondtak mindenféleket. Tessék egy picit jobban megnézni, mert le van szegve alul. Már nem nagyon látszik a szegése, de ha jól megtetszik nézni alá, kukázni, mi, akkor bizony ott látszik, hogy ott az le van szegve. 64 darab piros almandin kő van rajta. Ez a jogar. A jogaron 26 dísz van. 28, bocsánat, 28. Egymás alatt sorban. Ez is tértekológia, mert ez a 28-as bolygó úgy egyébként a nagy katalógusban, nem a földiben, hanem a galaktikus katalógusban. Ez a 28-asból is rajta van. Na most ez Egyiptomból származik, ez a, ami benne van, kvarc. Ezt elismerik, mert sehol máshol ilyet nem tudtak csinálni, csak Egyiptomban. Kérdés, hogy hogy? Hát körülbelül úgy, mint ahogy megmagyarázták nekem a koponyákat, ami kvarcból van, hogy 300 éven keresztül csiszolta egy család, apáról, fiúra. Jó, van, mondom, ne bolondítsatok már engem ilyennel. Hát persze, mert amikor nem tudja, akkor kitalál ilyen zöldséget, és azt is elhiszik az emberek, mert nincs jobb. Na most, ha visszatérve, a pánton 72 gyöngy van, a pánt részen. Alul 316 volt, már nincs annyi, mert már leszettek róla, vagy 10 makárány gyöngyöt, letördeltek belőle, meg minden volt. És az a lényeg, hogy a 316 miért érdekes, az előbb azt mondtam neked, hogy 3,16-szoros fénysebességgel megy. Na most már észreveszed? A fénysebességről még nem volt szó, csak a motorcsónak, hogyha... Igen, hogy 3,16-szoros, de itt a fénysebességről van szó a teremtőnél. Ugyanez az arány, mint a motorcsónak, csak azért mondtam azt a hasonlatot. Na de hát bocsásd meg, nem arról van szó, hogy a fénysebességet, ha átlépjük, akkor minden fizikai tárgy, mint olyan megszűnik létezni, és energiába alakul. Az Einsteinnek igaza van. Széntiszta igaz. A tárgy az még a fénysebességet megközelíteni se tudja, ma akkor is szét megy. Tehát a részecskék sem bírják ki a fénysebességet. Hát akkor mi az, ami ennél nagyobb sebességgel megy? Bár igen, tudjuk, hogy amikor fölépül az atom, akkor tulajdonképpen... A világ legnagyobb titkát feszegeted most. Színtöltésekről kezdünk el beszélni. Mondják a mai fizikusok, hogy a színtöltések különböző összeállása folyamán keletkezik, ugye a proton, a neutron, a... Meg a kvarkok, a kvarkok, illetve a hadronok. De kérem szépen, ne! Jaj. Képzeld, a kvarkok benne vannak a Bibliában. Hű. De komolyan benne vannak. Úgy hívják őket, tessék utána nézni, termések és gyümölcsök. Tehát ott ír a kvarkokról, amikor erről beszél. Most már akinek van számítógépe, ennek nem egy utána nézni, mert ugye textfájban rákeresel, már ott is van. Tehát ez sem eddig nem tart.
Na most az a nagyon érdekes, hogy a teremtő az egy időrendszer, egy forrás, aminek nincs tömege. Hát ez az, amit kifelejtettek a fizikusok. Az összes képletükből kifelejtették, de tisztára kifelejtették. Mintha nem lenne zérusa. Mintha nem is lenne érdekes, annyira kifelejtették. Tessék csak egy kicsit figyelni rá. El tetszik tudni olyan hullámot képzelni, aminek nem volt keltő forrása? Hát nem. Csókolom. Na most hol van a fizikában a generátor elem? Azt úgy kihagyták, hogy csak úgy durrant. Ezt 100 éve bolondítják a világot, hullámokkal, hullámfüggő, színuszos hullámfüggvényekkel, ilyen katasztrofa típusú síkhagyú butaságokkal. Egy elektron nem lett ilyen színusz, hát ne bolondítsuk már egymást. Egy térbeli tárgyról van szó valamiről. Hát hogy lenne már színos? Tehát akkor nincs kettős természete a fénynek? De abszolút, abszolút. Akkor megakadtam. A történet igaz, csak nem osztogatják, hanem fosztogatják, mint a moszkvai vízbe. Tehát az autókat nem osztogatják, hanem fosztogatják, és nem Kijevbe, hanem Moszkvába. Volt a vízbe. Na most ez pontosan ugyanez, tehát a jelenség, amit érzékel, amit leírt, igaz. A magyarázat az már nem. A magyarázat rossz. Teljesen rossz. A keltő elemet hagyta ki. Tehát a részecskék hullámzanak bizony, meg a fénykvantumok is hullámzanak bizony. És ütköztethetők is bizony. Csak nem azért, amiről mondja. Tehát jó, jó a dolog, jó, csak nem onnan kell hozzáállni a lóhoz, mert ez a vége, ez nem úgy néz ki a lónak. Tehát rossz felül álltak a lóhoz. Na. Értem. De akkor hogy jön ez a Szent Koronához? Hát ugyanez a tértechnológia van a Szent Koronában, amiről én beszélek. Ja, értem. Hát könyörgöm. Hát a tértechnológiát kihagyod. Tehát nem tudod, mi a tér, mi a téridő, nem tudod. Mert ez az a téridő, amit így magyaráznak a fizikusok, az egy síralmas, gyenge semmi. Tehát nincs. Leveszi a téridő, de úgy csinálja, hogy a XYZ koordináta rendszert odarakja, ez a tér. Ja, és akkor beleszúr egy tévedőt. Egy skalár mennyiséget. Igen. Tényleg? Egy ilyen mindenfelé terjedő skalárt? Annak nincs irányultsága. Tehát itt kezdődik a probléma, hogy alapvető dolgokkal. És nem mondta senki a professzornak, hogy mesztelen a király. Hát, mert én egyetemen tanítok, hát én tudom, hogy engem még a kollégám is utál. Tehát ez jó! Hát akkor jó, mert legalább vitázunk. Mert különben bealszik az agya, ha nem csinál, nem történik semmi. Ha az embert nem bosszantják föl, akkor nem kezd gondolkodni. Lusta, mint a sár, nem kezd gondolkodni. Pláne jó fizetése van, minden, ő el van vele, utána már nem foglalkozik aztán azzal, hogyha ott kömeghozat. Térjünk már vissza, engem nagyon izgat engem, hogy hogyan van belekoordinálva, beleégetve a Szent Koronába a téridő fogalom maga. Na, a következő érdekes dolog van. Még egy kihagytunk egyet, és nem válaszoltuk meg, de azt visszatérünk a te kérdésedre. A tetején van egy kereszt a koronának. Igen. A kereszttel nekem semmi bajom. Tehát hozzáteszem, én keresztény vagyok, és semmi bajom nincs a kereszténységgel. De mi természeted volt, nem az ez a kereszt oda. Nem eredeti rajta. Uh-huh. Eredetileg egyenesen állt, ez még látszik egy Lipót képen, meg lehet nézni Bécsben, ott van a Lipót mellett a koronák, amik fölött uralkodott országok fölött, ott van mellette, és meg lehet nézni, hogy ott van. A múzeumban megnézhetek. Egyenesen áll a korona, a kereszt. De mi a baj a keresztel? Az egész korona mindenhol üvegben van, kivéve a keresztet, mert az 60 mm. Jó. Oh. Hát ha 50 lenne, vagy 75, akkor azt mondanám, hogy egész jó. De mi ez elárulta, mert az, aki ezt rátette, erre nem gondolt. Hát nem is gondolhatott, hiszen nem tudta, hogy mi van kódolva a koronára, vagy nem koronára. Nem tudta. És hogy nagyon sokan nem tudják. Na most visszatérve, a lyukas gyöngyökből a pántól 72 darab van. Miért érdekes ez? Nem tudom. Hány kerub van? Ja jó. 72. Most már igen. Ugye? Hát de, kicsit gondolkodni tehát nem lehetett volna a pánt hosszabb, ezért sem, mert 72 gyöngy, és úgy van az egész rakva, hogy láthatóan le van zárva a motivum. Tehát nem nyújtogatták meg, nem vágdosták meg, nem. Tehát bajok vannak a mesével. Egyszer. Ja, rajta van, hogy a teremtőnek milyen a sebessége, és ezt a gyöngyök határozták meg, amik a két sorban vannak itt a koronán. Ezt kifejtenéd, hogy mivel vannak szükben? Darab. Hát 316 darab volt rajta eredetileg. Igen. És a 316-os
sebességhez tartozik a teremtő sebessége. Ó, igen. Tehát 3,16-szoros fénysebességgel szágult, tehát ő nem anyag, semmi köze nincs az anyaghoz. Benne keletkezik a világegyetem. És aztán benne keletkezik először a Szentlélek, és aztán a Szentlélekbe keletkezik az anyag, a fény, meg minden. Tehát ez egy rendszer. Ez a hierarchia nem egy ilyen feudális hierarchia, és akkor hajbokolni kell, meg térden csúszni. Ez ilyen nagyon emberi, nagyon elrontott dolog. Nem, szó sincs erről. Itt arról van szó egyszerűen csak, hogy tudták a világegyetem keletkezését. Nagyon pontosan. Tessék csak egy kicsit megnézni mondjuk a Tarisztúpát. Most én nem buddhista vagyok, hozzáteszem. Szimpatizálok a sok tanításukkal, mert nagyon sok tudást is őriznek, és ez engem mindig nagyon érdekel. És ott van leírva ugyanaz, mint a... Az a kúpszög, ami a tetején van, bizony, fölrakták a lakatosok, megcsinálták, azt leszedette a főnök, hogy szedjék le, rossz. Hát miért, főnök? Hát jó, hát megcsinálta. Nem, szedjék le, rossz. És megcsináltatta, mert rossz szögbe rakták rá. Tehát a kúpszöge nem olyan. Akkor nem működik. Hát mert ez egy adótorony. És ha azt tetszik gondolni, hogy ez buddhista, meg vá, hát akkor azt tudom mondani, hogy akkor jobban tessék figyelni egy icipicivel, mert mondjuk a szegedi dóm az eléggé katolikus keresztény, és akkor tessék csak megnézni, ott az elején két ilyen kúp alakú valami áll hat lábon. Igen. Ott áll hat lábon egy-egy kúp. A tetején egy kőből faragott láng van. Jelezve, hogy ez bizony a tűzelem. A misztikából ez a tűzelem. És a tűzelem, a teremtő az egy tűzelem. Tehát a teremtés során ő már mint tűz viselkedik. De ne tessék, semmiféle kémiai tüzet. Lángra gondolni, igen. Persze, mert erre is egy láng van faragva, tehát félrevezető, mert egy kőből faragott láng van. De ez a tűz nem az a tűz. Hát ez szimbolika inkább. Ez szimbolika. De ha megnézed, akkor bizony, ott van egyértelműen mindenhol. Ott van a nap és a hold, speciál a szegedi dómon ott van. De az a nagyon magyar motivumok, amik rajta vannak a korona Pantokrátor képén is. Igen. A nap és a hold, ugye, az rajta van. És ez a két szimbolika, ami ott rajta van, ez nagyon gyönyörűen mutatja, hogy ez tényleg magyar származású volt, aki azt tervezte, az nem csak egy ilyen valamit akar tervezni, és ez egy olyan beütésű templom, ami a jó és a rossz erőket is idézi. Ha, rossz erőket mi módon? Rossz erőket is szokták ám idézni bizony. Na jó, hát jobb, ha nem beszélünk, mert abból nagy botrány lesz. Jaj. Igen. Mert hogy vannak a jó erőnek és a rossz erőnek is mindenfelé a templomai a Földön. Úgy, ahogy a tűzelemnek a vízelem az ellen. Persze, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez a két a polaritás. Na, ezt nagyon szeretik elmismásolni. Rettentően szeretik. Pedig használják. Hát igen, sajnos a mai média technológia az igazán csak a megtévesztésről szól. Hát már igazából a tudatlanságról. Most már a rettentően fontos, ami deréktől lefelé van az érdekes, ami deréktől felfelé az érdektelen. Ez jól lehet látni. Igen, ez jól lehet látni. Az igen. A való világ lényege, hogy leveszi a budját, vagy nem veszi. Elrontották, tehát a média arra is beszél, hogy a Kossuth Rádióban durva ezeket hallok, ordináliságokat, a szörnyű. Hát igen, végül is nagy feladata van a mai egyháznak, a te egyházadnak is, hogy az embereket megtanítsák az igaz hitre. Nem is az igaz hitre, hanem az igazságra. Nem a hit az, ami fontos, hanem az igazság, amit nagyon-nagyon hát, elfelejtenek. Mi tudásos egyház vagyunk, tehát mi nem térítő egyház vagyunk. Ez nagyon lényeges szempont, és akkor már is visszatérhetünk a Szent Koronára, mert a Szent Koronában, mint említetted volt, a téridő fogalom, illetve magának a téridőnek megtestesülő, látható és érzékelhető mása. Egy dolgot hadd kérdezzek gyorsan. Egy érdekes esemény zajlott velem, amikor a parlamentben a korona előtt álltam,
Egy pillanatra, vannak ezek a félgömbölyű és háromszögletű díszek egymást váltva körbe, és ha ránéz az ember, akkor ez szürke. De ha grafit egy idő... szürke. Tessék? Grafit szürke. Grafit szürke. Nem színes. Így van, grafit szürke. De ami velem történt, az egy kis különleges esetnek számít, mert egy fél pillanatra, mintha zöldnek láttam volna, de nem csak az egyiket, hanem mindegyiket úgy körbe. A szemem majdig úvat néztem még egy 10 percen keresztül, de többször nem. Most akkor ez... arra gondoltam, hogy akkor a vaku visszaverte valószínűleg, bár ott nem lehet vakuval fényképezni. Transzlucidnak hívják idegenesen ezt az egészet, tehát áthaladó fényre színes, visszavert fényre meg szürke. Ez egy nagyon különleges zománc. Nem tudták leutánozni, annyira különleges. Én ezt megértem, de... talán nem is földi. Ettől érdekes a történet. De hogyha én csak nézem, és kvázi nincsen fényváltozás, mert a fényviszonyok nem változnak, akkor miért világít zölden? Vagy hogyan váltja a színét? Akkor is megteszi, ha bekapcsol. Jaj. Tehát, hogy te valamilyen szent gondolattal közelítettél hozzá, és ettől bekapcsolt. Hiába tették be ilyen levákumozott, golyóálló helyre, őt ez nem zavarja. Ó, hát igen, hiszen nincs. Azt mondtam, hogy megtestesült. Azt mondtam, hogy őt. Talán észrevetted. Ezzel nem, nem igazából nem lepődtem meg, hiszen igen, ezt én is vallom, és valóban a Szent Korona, mint személyiség. Tehát nem a király uralkodik nálunk. Én, hanem a Szent Korona, a korona, igen. És alatta van király, vagy nincs király, az egy dolog. És ez a nagyon érdekes. Na most akkor egy tárgyban hiszünk, egy tárgy uralkodik, hát ilyen marhaságot mondja egy materialista. De mitől marhaság már, elnézést? Egy materialista ezt mondja, ja, hogy ez csak egy ilyes mici sapka, meg ilyeneket mondanak rá Magyarországon magyar állampolgárok. Hát tudatlanok valószínűleg. Nem hiszem, hogy tudatlanságból mondja. Nem hiszem. Én szerintem dühíteni akar téged. Bizony. Nem mondaná ilyeneket. Hát nézd, engem nem zavar, hogyha ő ezt mondja, és ezt is hiszi, hát a tied. Most erre akkor mit? Szeresd vele, barátod. Ez így van, és ne ítélek senkit, de attól még engem zavar. Ó, igen. Nem mondtam, hogy ő egy gonosz dög, de azt mondtam rá, hogy hát nekem engem zavar, amit mond. Értem. Tehát az a lényeg, hogy ebben a méretek minden, és a képecskéken lévő információk, tehát rajta van, mit tudom én, a 16 dimenziós univerzumnak a dimenzió lépcsője. Ez a érdekes. Szent Péter képen rajta van. Ugyanis az íratok, a betűk, vagy nem is tudom, mit mondjak, piktogramok, amik rajta vannak, azok annyiféle fordításban és annyiféle interpretációban szerepeltek már, hogy nem tudom eldönteni, hogy akkor most ez valóban odaírt szöveg, az vagy... Az alsó része az görög, a felső része az latin feliratok vannak. Tehát a felső részén a lapostóképek latin feliratokkal vannak. Ez abban az időben nem volt nagyon furcsa, már csak azért sem, mert például Bizáncban latinul is, meg görögül is beszéltek. Tehát ez a korona keletről jött. Bármiről is beszélünk. Ilyen keletről jött. Igen. Akkor ott a görög műveltség nem volt olyan idegen, mint nyugatabbra. A görög és a latin műveltség még a múlt században is nagyon, nagyon erősen volt. Mondjuk 150 évvel ezelőtt még nagyon a gimnáziumban nagyon kellett görögül, ógörögül tanulni. Tanulták a görög bölcselőket, meg a latin bölcselőket is. Most már ez visszacsúszott, ez már a bányász béka állapotába került ez a dolog, de arra alig van, aki latinul tudna, még az öregek, tehát ilyen 60-70 éves, 80 éves öregek még tudnak latinul, a többiek már nem tudnak. Jelentősége van annak, hogy tudunk latinul, vagy görögül? Van. Ó, görögül. Sőt, óhéberül is. Óhéberül. Óhéberül is, mert hogy én találtam bizony olyan szövegeket, tértechnológiai szövegeket, amit már senki nem ért. Tehát akit el tudja olvasni a szöveget, de nem érti. És azért mondtam, hogy na, rajtunk kívül csak a zsidóknál találtam meg, mert ott találtam meg a tértechnológiát, az összes többi mellé beszélt. Tehát az az időről hablatyol össze-vissza mindenféléket, és ők jókat mondanak, mert eljutott, képzeld el, az időforrásig. Hát ha az időforrását megtalálta... Annál akkor... már nem lehet a tudásban magasabbra jutni, mert az a világegyetemnek az egyetlen létezője.
aki azt eljut odáig, az maga az Isten. Tehát az, aki odáig eljut a tudásba, és el tudja mondani, hogy topográfiailag, hogy néz ki az Isten, azért az, hogy nem semmi. Tehát nem egy Isten bácsi, mint amit ott ki a Sixtusi kápolnában felfestettek. Gyönyörű a kép, csak éppen az a baj, hogy meg van tiltva a Bibliában, ne ábrázold Isten tégre, földre, levegőben. Ugye ott van a Bibliában, meg tudom mutatni, ezt a pápa rendelte. Na most ettől kezdve, hát hogy mondjam, ez már akkor nem beavatott pápa volt. Tehát akkor azt mondod, hogy ha én nekem megvan a fogalmi, illetve a képem arról, hogy tulajdonképpen az idő az nem is választom el igazából a tértől, tehát hogy a téridő hogyan jelenhet meg nekem, mint földi halandónak, akkor gyakorlatilag elértem Istent? Jól értelmezem? A téridővel elérted Istent, mert a Szent Háromság ott jelenik meg először. A Szent Háromság az a világ egyetem második legnagyobb hatalma. És ki az első? A teremtő. Teremtmény, ez nagyon lényeges, hogy őt senki nem teremtette. Megfogtalak egy pillanatra, legalábbis úgy érzem, bocsáss meg. Ugye azt mondottad volt, hogy a teremtő az egy második, hiszen fölötte van még az Isten. Nem, pont fordítva mondtam. Azt mondtam, hogy a teremtő fölött már nincs senki. Az Isten az a teremtőnek a teremtménye. A Szentlélek már teremtmény. Az anyagi részecskék teremtmények, az emberi lelkek teremtmények, az ember teremtmény, a fény teremtmény, minden teremtmény. Ezzel nincsen probléma. Amit látunk, fogunk, az már minden teremtmény. Ezek szerint, amit én elképzeltem eddig, akkor egy kicsit félrecsúszott, mert én úgy gondoltam, hogy az Isten maga a téridő, és ő belőle keletkezik, illetve ő saját maga keletkezteti azokat a lényeket, vagy teremtményeket. Hogy van a misében? Belőle, benne, általa. Pontosan értelmezd a szavakat. Belőle van, igen, benne van és vagyis hogy mint tartályban benne van. Igen, ez és általa van, mert ő találta ki, ő gondolta el, és itt van. De ezek szerint még ő fölötte is van valaki, mármint a teremtő. A teremtő fölött már nincsen. Teremtő az fölött nincsen ki. A teremtő az végtelen, mindig volt, mindig lesz, és igazából a teremtő maga már nincs is benne a teremtésben. Ó, hát hiszen ő a teremtő maga, igen. Nem azért, ennek teljesen okos okai vannak, majd ezt el lehet máskor mondani, mert ez már nem fér bele. De a lényeg az, hogy a teremtő az egy ilyen hullámtér, ami nagyon nagy sebességgel száguldó forrás kerti egy ilyen hullámteret, és az hátrahagyja maga mögött az Isten háta mögötti helyet. Ó, igen. És ebben keletkezhet aztán majd valami. Rossz, igen. Bocsáss meg, rossz felfogás az akkor ezek szerint, hogyha én úgy gondolom, hogy a teremtő, most lehet, hogy egy kicsikét vad leszek, ha van valami, ami teremtőnek nevezek, és ő saját magából bocsájt ki hullámokat, kvázi, hogy én vagyok az, aki, és hogyha találkozik egy forrással bármely oknál fogva, akkor itt a forrás és a teremtő terjedése egy állóhullámot képez. Ez az állóhullám pedig a múltja múltá válik. A múlt az terjed. A magyar nagyon pontos. A magyar azt mondja, hogy kiterjedés. Igen. És ennél pontosabban nem is lehet elmondani valamit. Mert terjed a ki. Ó. Igen, de majd tedd észre, jobban kell megnézni a Bibliát, mert mindenki csak pongyolán nézegeti, meg olvasgatja, meg minden mond, csak jobban kell megnézni. Egy mondat van nagybetűvel írva a Bibliában, az egész mondat. Vagyok, a, ki, vagyok. Nem aki, a, ki, külön írva. Uh-huh. Tehát én vagyok a ki, hát hogy magyarra fordítsam. Tehát igen. Én a ki erő vagyok, én vagyok a ki, aki ezt a könyvet neked diktálom. Tehát hihetetlen, hát ott van leírva, ő azonosítja magát, és hogy ez mennyire fontos, azt az egy mondatot írták csak csupa nagybetűkkel. Hát már amelyik Bibliában, mert a pillanatban jó, hát nekem van körülbelül olyan 250 Bibliám van. Körülbelül olyan 70 nyelven van Bibliám, de sokkal több van, mert hogy van, különböző kiadások vannak. A Septuagintát érdemes nézegetni. Septuaginta az kérlek szépen a görög, az eredeti ógörög Biblia fordítása, még az ószövetségi fordítás. Ez azért nagyon érdekes, mert a Septuagintában még olyan
dolgok is le vannak írva, ami később eltűnik a fordításnál. Hát igen, sajnos. Szép lassan, például az igét a latin, a vulgátában, még az eredeti latinban, vagy 200 akárhányszor megtaláltam az igét. Hosszú ível írja. Az új Szent István féle fordításban már csak 6-szor, és eredeti értelmezésében már csak 2-szer. Tehát az ige szó átváltozott mássá. Mindig azzal haladovának, hogy korszerűsíteni kell. Na most az a nagyon nagy borzasztó az egész történetben, hogy a Biblia végét kell elolvasni figyelmesebben már megint. 18-as, 20-as szúra az utolsó oldalon. Tessék kinyitni a Bibliát. 18-as, 20-as. Olyan fenyegetőzések vannak, hogy akihez egy szót is hozzátesz, annak lecsavarjuk, hetedizében, századizében. Tessék csak egy kicsit jobban megnézni. Most kérdésem, hogy le tudsz-e fordítani egy szöveget úgy, 110-1100 oldal, most a kiadásban, amit néztem. Le tudsz-e fordítani úgy egy bármilyen nyelvről, bármilyen nyelvre, hogy egy veszőt se tegyél hozzá? Kizárt. Na, ez az én kérdésem, és ezt a kérdést tessék nagyon alaposan végig gondolni. Az azt jelenti, és itt a reformátusok ne haragudjanak rám, mert én is egyfajta református vagyok, mert a reformálni az azt jelenti, hogy visszaformálni, az nem valami forradalmi újítást jelent, kérem, mint hogy a mai fejekben ez valahogy megjelenik, mert a megreformáljuk az valami olyasmi, hogy valami nagyon újat csinálunk. Hát nem! Reform, visszaformál. Teljesen gyerekesen mondják sznobizmusból, de nem tudja. Nem tudja. Nagy baj. Na most azért mondanám, hogy ne tessék rám haragudni, mert azt mondták ugye a reformátusok, hogy ők lefordították csak azért is, mert a pápa megtiltotta, de ők csak azért is. Lefordították, hogy a nép kezébe lehessen adni Isten igényt. Azt meg kellett volna tenni, de előtte, mielőtt az Isten igényt a nép kezébe adták volna, talán el kellett volna olvasni. Ez nem azt jelenti, hogy elolvasod a szöveget. Nem. Ez egy 7-szeresen becsomagolt szöveg. 7-szeres kódolású szöveg. Nagyon bonyolult kódolású. Na most miután csak egy betűt is elveszel, megváltozik az értelme. Hát felbomlik az egész. Na most, és ezért lefordítani bármilyen nyelvre, tehát már a Septuagintát sem szabad volt megcsinálni, és az összefordítás tévedésben van. Egyedül az eredeti szövegek vannak, de azokban látszik a kód. Tehát látszik a kód, az eredeti Ószövetségben az van, hogy JHVH, az egy ilyen kódot, amit keresni kell, 50. betűnként meg tetszik találni. De csak az Óhéberben, a már pontozottban nincs benne, az már túl. Az már újított volt. Milyen is megreformálták. Is van akkor az eredeti szöveg? Képzeld el, hogy az egész bibliai szöveget össze lehet illeszteni egy nagy mátrixa, az egészet egy nagy táblázattal lehet összerakni, amiben le van írva az emberiség történelme, az egész. 304.805 betű a mostani biblia, az a szövetségi, de ez rettentő sok rész hiányzik belőle, de megvannak. Vissza lehet állítani, és akkor derül ki az igazság. Akkor szerintem a materialisták is a padlót fogják, meg a vallásosok is a padlót fogják. Biztos. Mindegy dob egy nagy hátast. A vallásosok legalább jót őriztek. A materialisták meg olyan valamiket állítottak, futottak még kategória. És nem azt jelenti, hogy nem hiszek a protonban, meg az elektronban, meg a neutronban. Nem ezt jelenti. Hanem egyáltalán nem úgy néz ki, ahogy ő most már 50 éve próbálja 100 éve erőltetni. 30-ban fedezték fel 1930-ban a neutront, meg a Plutót. Tehát most megpróbál vissza görcsölni azt a butaságot, amit már 70 éve mondogat. Meg tudom neked mutatni, már 50 éves anyagban ott vannak a megfejtések. Maga az Einstein döntötte meg a fénysebességi korlátot, képzeld el. Az Einstein, képzeld el. Igen. Az EPR jelenség. Tessék rákeresni az interneten arra, hogy EPR, és megtetszik látni az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet, aminél a fénysebességnél legalább 100 milliárdszor gyorsabb jelenségről van szó. Az a legalább az azt jelenti, hogy ennyit tudunk mérni, aztán annyi. De nem elég rövid a... Összerezettségünk nem alkalmas. Még nem, de már javul. Most az a nagyon ér, javul. Hát persze. Én ezzel vagyok, EPR-rel vagyok elfoglalva, meg ilyenekkel. Hát hogy nem?
Hú, hát akkor végül is akár... Hát ez a telekommunikáció jövője, nem a rádió hullámok, meg a sugárzás, meg a ide. Felesd el. Most osztogatják a csatornákat, és mi lesz, kérem, ha én EPR-t csinálok? Akkor mit tetszik csinálni? Betetszik tiltani nekem a kamerámat, vagy a szobámat, vagy mit tetszik betiltani? Ugye, mert akkor attól kezdve nem kell adás. Bocsánat, nincs kisugárzás, nincs internet, nem lehet cenzúrázni. Mindenki azt néz, amit sugárzás. Csokkolom. Nagyon kellemetlen. Tehát ezért, hát emlékezz rá, az elvtársak még a parabola antennát is be akarták tiltani, amikor bejött először. Ó, milyen drámában voltak, hogy most majd nézik a bújtást, meg a izét, meg a sújtást, meg a mindent. Fú, telefonra kellett várni. Telefonra. Ne, én hamar kaptam telefon. De aztán megbánták. Megint eltértünk ezzel a témától, bár én attól tartok, hogy, vagyis hát nem tartok tőle, hanem úgy gondolom, a koronáról lehetne még tízszer ennyit beszélni, hiszen nem beszéltünk még arról sem, hogy hogy cserélődött ki az a kereszt a Liliummal, és mi gondolnak a főrakva, funkciója. Oké, nem erre gondolok, hogy miért, hogy került le onnan a két térrezonátor. Az egész korona egy térrezonátor. Az eredeti koronán 5 csüngő volt, és nem ennyi, ami most van rajta, 9, hanem 5 darab volt rajta. Az 5-nek lényege van. Tudni, 5 darab atya van. És ezek a csüngők igazából az atyákhoz szóltak. Ezt rajta vannak értsem, a régiek is, működik. 5 atya van, nem egy. Ebből egy a mi atyánk. Azért mondjuk az Jézustól tanult imába azt mondta, ugye, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, mi atyánk, nem atyánk, hanem miénk a miénk. Bocsáss meg. Ez egyik a miénk kezdet közül. Egy záró mondat. Ez nem több istenit. Ez ugyanaz, mind, értem. Csak az időben így körbe másolódva. Ez mind ugyanaz. Ott van a koronán, ugyanez a tértechnológia. Tessék megnézni, a pánt 4 vége, meg a teteje, az az 5 pont. Elmondanád nekem zárszóként az 5 atya megnevezését? Én inkább rejtvényként szeretném ezt feladni, hogy megtalálja valaki az interneten, én kitettem. És ez azért érdekes, mert 5 rovásírás jegy. Tudnék, mind az 5 atyának a rovásírás jegyben megvolt tyé, a tyé hangunk, az aty. A tyé hangunk, tessék egy kicsit utána keresgélni, a tyével lesz kapcsolatban. A terembura.hu-n, ugye? A terembura.hu-n nem létezik, az egy múzeumi magazin egyébként. A hunok.hu-n talán rá tetszik találni. Mert hogy mi vagyunk a hunok, akik nincsenek már Hunniában régóta, de azért az országot még mindig Hunniának hívják. Hát, és a Hun TV-ben beszélgetünk. Igen, a Hun TV-ben beszélgetünk. De hunok aztán nincsenek. Ezt eldöntötte a magyar parlament. Meg a Magyar Tudományos Akadémiának nevezett társulat. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Egész biztos, hogy ezt folytatjuk, mert ezt nem lehet ennyiben abba hagyni. Remélem, hogy a feladvány, amit adtál, az sokaknak megérinti majd a fülét, és elkezdenek bogarászni. Ha valaki tűzbe jön, akkor el lehet jönni a nyári táborunkba Tatára. Most 18-án a Fáki utca 4-ben lesz. Hétfő reggel indul, és akkor el lehet jönni, és akkor ott lehet. Napi egyet is lehet kapni, be lehet ülni. Rengeteg érdekes előadás lesz erről a tértechnológiáról is, meg a koronáról is, meg érdekes előadók jönnek. Nagyon érdekesek. Az interneten kim van a műsor is, tehát meg lehet találni kis kereséssel. A Tatai. Tata 2011, arra ráteszik keresni, akkor talán meg lesz. Tehát az a lényeg, hogy hát itt már nekünk 16 éve van táborunk, úgyhogy ezt nem most kezdtük, hanem ezt már régóta kezdünk. Sok gyerek van, jó szokott lenni, nagy ilyen erdőben vagyunk, ilyen erdőben vannak ilyen kis kőházak, ott alszunk. Hát ilyen veletes ágy, ilyen retros, ez a kis tábor volt régen. Na, hát milyen jó kell. Is volt az, de milyen jó, hogy, de milyen jó, hogy még megvan, mert még így elérhető áron a diákok is el tudnak jönni. Jó az még. Már most már talán ez az utolsó, mert egyen, már most az is romlik az a helyzet, de még érdemes eljönni. Nagyon izgalmas szokott lenni mindig. És a hétvégén itt nekem mindig sírnak a vállamon vasárnap, hogy haza kell menni, mert akkor jönnek rá, hogy szörnyű. Mit nem hallottak még, igen. Igen, és lehet kérdezni. Tehát mi nem úgy tartunk eladást, hogy elmondjuk azt annyi, hanem lehet kérdezni. Bármit. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem még ezt folytassuk. Én is nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönöm.